Bár semmiféle szabály nem kötelezi az önkormányzatot, hogy évközben beszámoljon a költségvetés alakulásáról, Bonyhádon évek óta közszemlére bocsátják a büdzsé félévi állását. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, kettős cél vezette a testületet. Egyrészt a nyilvánosság biztosítása, másrészt, hogy tisztálássák a gazdálkodás alakulását. Egy útravalót is ad, hogy hogyan tovább a második fél évre, tehát egy eligazodás, egy tisztánlátás, hogy hogyan is a februári rendelethez és a döntésekhez képest hogyan alakult az első fél év. A másik nagyon fontos szempont pedig a tájékoztatás, hiszen minden ilyen anyag nyilvános fölkerül a város honlapjára, és bárki megnézheti, hogy hogyan gazdálkodott Bonyhádváros önkormányzata 2019 első fél évében, és erről azt mondhatjuk el, hogy jól sáfárkodtunk azzal a költségvetéssel, ami a rendelkezésünkre állt, olyannyira, hogy az az 5 millió forintos tartalék, amit februárban elfogadtunk, az mára 56 millió forintra emelkedett. A számok azt mutatják, hogy 40%-kal nőtt Bonyhádváros vagyona az elmúlt 5 esztendő alatt, derült ki a költségvetési napirend tárgyalásán. A növekedés mértéke egyrészt a tervszerű gazdálkodásnak, másrészt az időközben elnyert pályázatoknak és támogatásoknak köszönhető. Összességében 9 milliárd az az összeg, ami 5 év alatt a városhoz került, a város saját forrásain túl, ebből 6 milliárd az, amely pályázati forrás, és megközelíti a 3 milliárd forintot az egyedi kormány döntés. Természetesen ezek a beruházások, fejlesztések mind-mind hozzájárultak a vagyongyarapodáshoz. Még nincsen minden készen, nagyon sok beruházás még el sem kezdődött, van, ami még nincsen aktiválva ugye a könyvekben, ugye ez egy külön szabályzat írja elő, és jogszabályok határozzák meg, hogy hogyan kell az önkormányzati vagyont nyilvántartani, de azt látjuk a számokból, hogy 5 év alatt ez a vagyon 40%-kal gyarapodott. Arról is született döntés, hogy a Mikes utca 6-os számú házat lebontják, és helyére egy a város érdekeit jobban szolgáló teret hoznak majd létre. Ez egy olyan ingatlan, ami bár nincsen annyira szem előtt, mégis a város központjában található, és hosszú évek tudatos munkájának egy következő lépcsőjéhez értünk ezzel a döntéssel. Mit is jelent ez egészen konkrétan? Itt 6 lakás volt, szociális bérlakás az önkormányzat tulajdonában ebben az ingatlanban, és hosszú évek alatt, ez több mint 8 évet jelent, sikerült úgy kiüríteni az ingatlant, ami egyébként ma már lakhatásra alkalmatlan. Az évek során olyan szinten leromlott az állaga, hogy ezt felújítani már teljesen értelmetlen lenne, és az évek alatt valamennyi bérlőt, akik ezekben az ingatlanokban éltek, sikerült az önkormányzatnak, humán bizottságnak, hiszen ez az ő átruházott hatáskörben végzett feladata elhelyeznie, sokkal jobb körülmények közé. És ma jutottunk el odáig, hogy az ingatlan kiürült, és arról lehetett döntést hozni, hogy ezt az ingatlant lebontsa a város, és amikor ez elbontásra kerül, most ezt megszavaztuk úgy, hogy ez így lesz, akkor ezt követően újra el kell gondolkodni azon, hogy azt a területet, ami ezáltal felszabadult, mire használjuk majd. Ha csak azt gondoljuk végig, hogy ez a terület határos a Szélkakasos óvodával, amelyet jelenleg elsősorban a Perccel utcából lehet megközelíteni, ott megállni nem igazán könnyű, hiszen egy forgalmas, jó minőségű útról beszélhetünk, ahol a legnagyobb forgalomnak egyike zajlik a városban. Szeretnénk az óvodába járó szülőknek is a helyzetét megkönnyebbíteni, de még nincsen döntés arról természetesen, hogy pontosan az ingatlant, a felszabaduló területet mire használjuk, de akár ez is egy lehetséges út lehet, hogy oda egy olyan rendezett parkolós helyet készített el a város, vagy épített majd meg a jövőben, amely segíti egyrészt a városközponti parkolást, másrészt pedig az óvodába közlekedőket.